Üdvözöllek benneteket! Videósorozatunkban, amelyben szöveges feladatokat oldunk meg egyenletek segítségével, elérkeztünk a 20. feladatunkhoz. A bevezető videóban már részletesen beszéltünk azokról a lépésekről, amelyeket érdemes alkalmazni, hogy könnyű szerrel meg tudjuk oldani a feladatunkat, viszont arra is kitértünk, hogy mindegyik feladat más és más, tehát úgymond egy egyedi, és csak egyes technikákat, lépéseket tudunk átvinni egyik megoldásból a másikba. Na de nézzük akkor, hogy a mai feladatunkban mi lesz az egyedi. A feladatunk szövege így szól. A matematika versenyen 10 feladvány van. Minden helyes megoldás 5 pontot ér. A tévesen megoldott feladat 2 negatív pontot jelent. Hú, de nehéz így feladatot oldani, hogyha tudjuk, hogy ha hibázunk, akkor még negatív pontok is lesznek. Péter hány feladatot oldott meg helyesen? Ha tudjuk, hogy a végén 43 pontja lett. Hát ugye, ha mindet megoldotta volna, akkor 5x10, tehát 50 pontja lett volna. Így viszont látjuk, hogy valamit biztos, hogy elrontott, tehát negatív pontok is szerepeltek. Nézzük akkor az elemzést. Tehát 10 feladvány volt, erre kell majd figyelni. Tehát nézzük a pontokat. 5 pontos a pozitív, és 2 pontos a negatív. Hány feladatot oldott meg, hogyha a végén 43 pontja lett? Mi az, amit keresünk ebben a feladatban? Hát az, hogy Péter hány feladatot oldott meg helyesen. És akkor itt már látjuk is azt a két esetet, amivel el tudunk indulni. Az egyik, amikor helyesen old meg valamit, akkor ugye pozitív pontokat kap, a másik, amikor helytelenül, akkor pedig negatív pontokat. Hát, hogyha vesszük azt, hogy a helyesen megoldott feladatok száma legyen az az X, ugye, mert azt keressük, mivel tudjuk, hogy 10 feladvány van összesen, ha ő például 5-öt helyesen old meg, akkor ugye 5-öt helytelenül, amit úgy kapunk meg, hogy a 10-ből kivonjuk jelen esetben az 5-öt. Vagyis, hogyha X-et oldott meg helyesen, akkor a helytelenül vagy hibásan megoldott feladatok száma 10-X lesz. Ezt tudjuk felhasználni akkor a feladatunkban, hiszen meg kell, hogy kapjuk a 43 pontot. Ugye a 43 pontot egyrészt úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk a pozitív pontokat, és kivonjuk belőle a negatív pontokat. Hát akkor próbáljuk meg ezt fölírni. Ugye indulunk először, hogy hány feladatot oldott meg helyesen. Minden egyes helyes feladatért 5 pont jár. Mínusz, mert ugye most jönnek a negatív pontok. Hányat oldott meg hibásan, az a 10-X, ezekre 2 negatív pont jár, ugye 2-vel szorozzuk, de nem maradhat így, zárójelbe kell tennünk. Tehát vannak a pozitívok, vannak a negatívok, tehát ezt kapta a jó válaszokért, ezt levontuk a rossz válaszokért, és a végén ugye hány pontja lett? Hát 43. Íme így írtuk föl, tehát így állítottuk fel az egyenletét ennél a feladatnál. Mivel ebben a feladatban egy zárójelünk van, amit ugye meg kell szorozni -2-vel, tehát figyeljünk oda nem csak 2-vel, -2-vel, úgyhogy ez lesz az első lépésünk, hogy beszorozzuk a zárójelet -2-vel. Tehát a 10-et is, és a -x-et is -2-vel szoroznunk kell. Figyeljünk akkor, -2x10 az -20. Viszont az, amit általában el szoktunk nézni, hogy a -2x, tehát továbbra is a -2-vel szorzok, az pedig már +2x fog lenni, ugye mínuszor mínusz az plusz fog adni. A 43-at csak lemásolom. És akkor jön az, hogy ismertek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra. Tehát a bal oldalon ott van már az 5x és a 2x, ő nekik nem kell helyet cserélni, viszont ennek a -20-nak át kell, hogy menjen a másik oldalra, és akkor a -20-ból lesz majd +20. Ha összevonom az 5x-et és a 2x-et, kapok 7x-et, a 43 meg 20, az pedig a 63-at adja. Ha itt szoroztam 7-tel, a másik oldalon osztanunk kell majd 7-tel, és a 63-at, ha elosztom 7-tel, akkor 9-et fogunk kapni. Nézzük meg, hogy mi ez a 9, illetve mi az az x, ugye mit is kerestünk mi. Hát a helyesen megoldott feladatok száma, tehát 9-et jól oldott meg, és akkor 10-9 egyet rontott el. Tehát a helyesen megoldott feladatok száma 9, míg a helytelenül megoldott feladatok száma pedig 1. Nézzük akkor az ellenőrzést, hogyha fogjuk a szövegünket, tehát minden helyesen megoldott feladatért 5 pont jár, ugye 5x9,
Majd mínusz, a tévesen megoldott feladatokért 2 negatív pont jár, ugye kétszer, tehát egy feladat rontott el rossz, rontott el, azért ugye 2 negatív pontot fog kapni, és akkor nézzük, hogy ez tényleg 43-at fogja adni. Hát 5x9, 45, mínusz 2, igen, látjuk, hogy 43 ugyanannyi, mint a 43, így akkor most már felírhatjuk a szöveges válaszunkat, tehát Péter 9 feladatot oldott meg helyesen, és igaz, hogy a feladat nem kéri, de azért mi nyugodtan odaírhatjuk, és egy feladatot rontott el. Íme mi is így oldottuk meg a mi feladatunkat, helyesen. Köszönöm a figyelmeteket!